Sziasztok, Anni vagyok, és üdvözöllek benneteket egy újabb TBR videóban. Elérkezett az április, úgyhogy TBR videóval fogjuk kezdeni, mint ahogy megszokhattátok. 2023 eleje óta újra elkezdtem havi TBR videókat készíteni. Ez a mostani TBR, ez egy nagyon rövidke kis TBR videó lesz, ugyanis mutatom a TBR-t magát. Yep! Ebben a hónapban egyetlen egy könyvet tervezek olvasni, és ezt is kivétellel teszem, ugyanis április hónapban az volt a tervem, hogy tartok egy nem olvasós hónapot. Ha most azt hiszitek, hogy viccelek, nem viccelek. Egy ideje egyébként már fontolgattam ezt az ötletet, hogy egyfajta könyvmoly elvonóra küldjem saját magamat. Ennek több oka van. Az, hogy miért pont most fog ez megtörténni, az részben amiatt van, mert amikor eddig eszembe jutott, akkor az adott hónapok tervei miatt, vagy éppen amilyen gondolataim voltak abban az adott időszakban, nem nagyon fért bele. Viszont kitaláltam pár hónappal ezelőtt, hogy csinálok egy ilyet most már, és az április hónapra esett a választásom. Úgy éreztem, hogy ez lesz az a hónap, amikor már az összes vállalásom ki lesz pörgetve, és egy picit szabadabban tudok gazdálkodni így a könyves dolgaimmal. Na hát, igazából én néztem be, hogy erre a hónapra is vállaltam egy könyvet, amit nagyon vicces, de hogy tényleg elfelejtettem időközben, hogy ez pont ugyanarra a hónapra esik, és még szerettem volna ezt a könyvet március végén elolvasni, viszont márciusban egy ponton nagyon bestresszeltem attól, hogy azt kezdtem érezni, hogy az áprilisi tervek miatt mindent is márciusban kell elolvasnom, úgyhogy volt egy időszak, amikor elkezdtem elhagyni olvasásterveket, félbehagyni könyveket, és megtettem magamnak azt a kitételt, hogy nem fogok márciusban végkimerülésben olvasni, azért, hogy áprilisban ne kelljen ezt a könyvet elolvasnom. Ha belefért volna, akkor megtettem volna, de abban a pillanatban, hogy ezt elengedtem, hogy jó, megcsinálom én ezt a nem olvasós áprilist, ezt az egy könyvet berakom, mert szeretnék részt venni az olvasásban, és azután felszabadultam, és nem éreztem már ezt a nyomást, úgyhogy így állok az áprilisi hónappal. A TBR videóimra nézve lehet, hogy néha azt szokott lenni a gondolatotok, hogy úristen, Andi mennyit olvas, és hogy hú, ennyi biztos nem fog beférni a hónapba. Vagy lehet, hogy néha szurkoltok, hogy hú, de jó tervek, és hogy tök jó lenne, hogyha mindent el tudnék olvasni. Na ebben a hónapban annak lehet szurkolni, hogy vajon meg tudom állni olvasás nélkül az áprilist, és hogy mennyire lesz ez egy ilyen beborulós projekt. Azzal egyébként semmi probléma nincs, hogyha mondjuk április közepén én azt mondom, hogy annyira hiányzik az olvasás, hogy nem érdekel és olvasok, vagy lehet, hogy akkor pont elolvasom majd ezt a könyvet, amit tervezek olvasni, és akkor utána megint kis szabadságra megyek. Meglátjuk. Nem félek igazából, borzasztó izgatott vagyok. Egyrészt nagyon rég nem volt ilyen, hogy ennyire tudatosan próbáltam nem tervezni, és időt adni magamnak. És az egyik, ami miatt meg akartam csinálni ezt a hónapot, az pontosan az, hogy azt vettem észre magamon, hogy attól függetlenül, hogy már felvettem egy TBR videót, vagy egy repapót, mindig gondolkozom azon, hogy mi az, amit nemrég olvastam, és mi az, amit olvasni tervezek. És így azt éreztem, hogy erre túl sok mentális energiám megy el, és azon kezdtem meg gondolkozni, hogy ez hogy lehet kiütni. És azt hittem, hogy ki tudom ütni azzal, hogy áprilisan nem tervezek, de azzal elkezdtem májusi tervezéseket a fejembe, szóval ez mondjuk annyira nem jött össze, de ami miatt még mindenképp meg szerettem volna tartani ezt a kis nem olvasós hónapot, mert kíváncsi vagyok arra, hogyha lerakom az olvasást, mint hobbit, amit azért alapvetően eléggé nagy óra számban művelek, akkor milyen egyéb hobbit vagy tevékenységet tudok felvenni, ezért áprilisra vannak ilyen összeírt terveim egyébként, amit nem feltétlen szeretnék előre megosztani veletek, de majd csinálni fogok egy áprilisi wrap-upot, és akkor abban majd megbeszéljük, hogy hogy sikerült ez az április. De vannak ilyen apró tervek, mondhatjuk, hogy van egy új hobbim is, egy új érdeklődési körrel, aminek tök örülök, mert ezen szenvedtem évek óta, hogy úristen, engem semmi nem érdekel, csak az olvasás, meg a videójátékok, és hogy embereknek mennyi hobbija van, és hogy engem miért nem érdekel semmi, és na most van valami, ami egyébként beütött, úgyhogy annak akarok például időt adni, nagyobb mennyiségben,
hogy eldöntsem, hogy ez mennyire lesz hosszú távú, vagy csak egy fellángolás. A videós fronton nem tartok egyébként szünetet. Egyrészt szerintem a Bookshelf Tour videók még részben áprilisban fognak kikerülni, ugye ebből 4 készül, és 2 márciusban megy ki tervek szerint, és akkor 2 mindenképp még áprilisra marad, úgyhogy ezek a videók jönnek, illetve van egy live is tervben, ami most már szerintem kitalálhatjátok, hogy nem feltétlen ilyen booktube-os live lesz, de még nem árulok erről a többet. Egy laza beszélgetős live lesz, és én nagyon várom, szerintem ez nagyon poén lesz, úgyhogy azt mindenképp egy videós napon fogom megtartani, ha összejön, ha nem, akkor majd máskor. Úgyhogy nem lesztek videó nélkül hagyva, de Andi könyvek nélkül lesz, és meglátjuk, hogy ez majd hogy fog elsülni. Igazság szerint itt akartam nektek elmondani, és csak annyival engednélek útra még benneteket, hogy ez egy kis projekt, teszt, kísérlet, és tényleg most éppen tök izgatott. Igazából nagyon régóta izgatott vagyok miatt, úgyhogy tök jó, hogy végre eljutottunk idáig így az időben is. És hogyha valaha gondolkoztatok ilyenen, akkor csak bátorítanék mindenkit, hogy próbáljátok ki, ha szeretnétek. Majd megbeszéljük a hónap végén, hogy mennyire leszek még mindig akkor bátorító, de egyébként alapvetően az általános üzenetem, hogy annyit olvassatok, amennyit szeretnétek, hogyha rengeteget olvastok, és ti azt szeretitek, akkor olvassatok rengeteget. Hogyha csak egy-két könyvet olvastok egy hónapban, az is tök rendben van, és hogyha úgy döntötök, hogy úristen, booktuberként egy hónapon keresztül nem akartok könyveket olvasni, az is tök rendben van. Hát akkor majd találkozunk április végén egy nem olvasós wrap-up-ban is. Ez egy nem olvasós TBR volt. Legyetek jók, és szurkoljunk értem. Sziasztok!